Köszöntöm Önöket, a Tápió Plusz magazin 22. adását látják, Verocki József vagyok, mai műsorunk tartalmából. Minden szentek és halottak napja, Skravanek Gábor atya gondolatai a november elejé ünnephez. Tápióságon a tavasszal megújították az óvoda udvarát. A tápiósági óvoda vezetője büszke azokra a szülőkre, segítőkre, akik megvalósították álmukat, átépítették a veszélyessé vált óvoda udvart. Úriban ismét felvonultak. Úriban ismét megünnepelték a szüretet. Lóháton, fogatokon, különböző járműveken és gyalog is sokan vonultak a település utcáin. Menden kétnapos a szüreti vigadalom. A mendei lakosok már hozzászoktak, hogy a katlanban több napos a szüreti rendezvény. A felvonulás a teljes települést érinti, a vendégváró pontokon bőséges süteménykínálat várja a táncosokat. Köszöntötték az 50 éves házasság évfordulós házaspárokat. Úriban az idősek világnapja alkalmából az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub hagyományosan műsort ad, és ezen a napon erősítik meg házassági fogadalmukat az 50 éves házaspárok is. Kókán is ünnepelték az idősek világnapját. Kókán a színházterem adott otthont az idősek napi rendezvénynek, ahol az ifjúság műsorral kedveskedett, és Kalocsai Zsuzsa primadonna műsora is szép emlék marad. Minden szentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Minden szentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A 9. század óta kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. Skravanek Gábor atya gondolatai következnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halottak napja van. Nincsenek szavak arra, biztos már átéltük mindannyian, amikor elmennek közülünk a szeretteink. Nem nagyon találjuk magunkat, a helyünket, nem értjük a dolgokat. Talán a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka ez annak, hogy valahogy a végtelenbe vágyunk. Hogy mindig is a lelkünk mélyén ott van valami gondolat, valami tapasztalat, amit nem az iskolában tanultunk, vagy nem az élet tanította meg nekünk, hanem mindig is bennünk volt. És valahogy ezek kavarognak bennünk, kimegyünk a szeretteink sírjához, felidézzük az arcukat, szeretettel gondolunk rájuk, és nehéz a szívünk. Valójában az ember tényleg látjuk, tapasztaljuk, és készülünk rá mi is, hogy halálra van ítélve, végérvényesen, de valahogy mégis ez a belső tapasztalat, vágy, mégis űz és hajt bennünket, mégis minden nép hitéhez hozzá tartozik és tartozott, hogy vágyunk a végtelenbe. Jön a nagy kérdés, hogy ez csak egy jámbor gondolat, vagy egy gyerekes elképzelés, a nép ópiuma, hogy a hitbe kapaszkodik, hogy az Istenbe, a végtelenbe kapaszkodik. És ezt mindannyian magunk küzdjük meg, ezt a gondolatot, ezt az igazságot, vagy ezeket a dolgokat magunkba forgatjuk az egész életünk folyamán. És hol így gondoljuk, hol úgy gondoljuk, de valójában a hitünk az, ami igazán választ ad a dolgokra ezzel kapcsolatban. És ahogy látom az embereket, hogy kimennek, ahogy én is elmegyek a szeretteim sírjához, nem azért megyünk, hogy fájdítsuk a szívünket, hanem valahogy ezt a belső hangot megismertük, megtaláltuk, és valahogy próbálunk erre odasimulni. Valahogy érezzük, tudjuk egy belső tudásból, tapasztalatból, hogy ez igaz. Természetesen, ahogy említettem, mindenki maga küzdi meg ezt a kérdést, de nagyon sokszor azt látom, hogy amikor tényleg kézzel fogható ez a fájdalom, elköltöznek a szeretteink közülünk, akkor az emberek sokkal könnyebben rezonálnak erre, sokkal jobban hallják a lelkük mélyén ezt a kiáltást, ezt a hangot, és sokkal inkább tudjuk megérteni, vagy magunk számára megfogalmazni, egy kicsit választ adni magunknak. Olaszországban elesett amerikai katonának az imája, ami
akivel néhány évvel ezelőtt találkoztam, és annyira megrendített engem, és arra gondoltam most halottak napján, ezt az imádságot felolvasom itt, mindannyian érteni fogjuk, hogy mit próbál megfogalmazni ez a katona, akiről előjáróban annyit, hogy készül a halálára, hiszen a csata jelenet előtt írhatta ezt az imádságát. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged, most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna arra, hogy áprilist járattak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezed. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni a te arcodba. Úgy gondolom, nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája, de amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet, Istenem, mennem kell. Szeretlek téged, ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja, hát ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos, éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim, igen, most mennem kell, Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem. Tápióságon már többször bebizonyosodott, hogy összetart a település. Még a tavasszal szülők segítségével újították fel az óvoda udvarát. Juhász Ildikó, az intézmény vezetője kameránk előtt elmondta, vannak még terveik, amit a jövőben még meg szeretnének valósítani. Még a tavasszal felújították a tápiósági óvoda udvarát. Juhász Ildikó, az intézmény vezetője elmondta, régi használaton kívüli eszközök, gödrök és veszélyes fák miatt az óvoda udvara felújításra szorult. Az összefogással elkészült új udvarban már biztonságban vannak a gyermekek. Lackó Lóránt nevű apuka volt az, aki igazán szakmailag irányította az egész folyamatot, aki biztatott bennünket, idehozta a cégének az alkalmazottait, munkagépeket bocsájtott rendelkezésünkre, és mindig ő mondta meg, mit és hogyan csináljunk. Ez azt jelenti, hogy nem is volt beleszólásuk? De volt, mindent megbeszéltünk vele, és nem csak ő volt az, akinek a véleményét megkértük. Kertész, mérnök véleményét kikértük a fákat illetően, mert igazándiból a kertészeti munkák voltak az elsők, hogy fákat kellett kivágni, amik már el voltak öregedve, metszeni, igazítani az egészen ezek több évtizedes fák, amik már veszélyesek voltak. Úgyhogy az első lépés március elején ez volt, a metszés, fakivágás, utána voltak a földmunkák, amikor a gödröket betemették, egyengetés, szintezés, folyt. Utána volt a harmadik lépcső, a járdák kialakítása, és maga a hinták fölállítása, füvesítés az utolsó lépésként. Tehát hosszú folyamat, és nem is vagyunk a végén. Ezek szerint vannak még tervek? Igen, úgy tervezzük, hogy báli bevételből minden évben egy-egy részt még felújítunk, hintát szeretnénk még vásárolni, és ezer dolog van még a tervünkben, nagyon sok minden. Ősfákkal van borítva az udvar, nem okoz ez most már akkor semmiféle veszélyt ugye a gyerekekre nézve, tehát ezt megvizsgálták. Igen, ez volt az elsődleges szempont, és az, hogy az épületre ne tudjon rádőlni fa, mert volt olyan, ami dőlt már felé, tehát muszáj volt. Sok szülőnél jelentett ez problémát, hogy miért vágtunk ki fát, de jó okkal történt, és szakember irányításával ez a folyamat. Nem új ez az épület. Mi volt ez korábban? Az épület 1973-ban épült. Egy része volt csak óvoda, egy része, ami most csoportként üzemel már átalakítások után, védőnői lakás volt a földszinten. Igazából ez, hogy sok átalakítás történt az évek folyamán, azért ez látható, és sok mindent kéne még átalakítani ahhoz, hogy tökéletes legyen.
Hogy alakul a gyermek létszám itt a településen? Jelenleg hány óvodás jár ide? Igazából ebben a nevelési évben többen vagyunk, mint tavaly, tehát emelkedett a létszám, ennek nagyon örülünk. A kis csoportban most 10 fővel több gyereket írattak be, mint tavaly. Hányan dolgoznak, mekkora a csapat, akit ön irányít? 13 fő dolgozik velem együtt itt az óvodában, a konyha már független tőlünk, és nagy összefogás van az mögött, hogy az udvar ilyen, nem csak a külső segítők részéről gondolom ezt, mert mindenki aktívan állt ehhez a folyamathoz. Arról eddig nem beszéltem, hogy bármilyen téma fölmerült, hogy mire volna szükségünk, akár fűmagra, termőföldre, műtrágyára, azonnal föltette valaki a kezét, és ingyen hozta nekünk. A szülők, akik idehordják a csemetéiket, bizonyára mindent megtesznek. Akkor, amikor átmennek már az iskolába, elfeledkeznek-e az óvodáról, vagy van olyan szülő, aki még szívesen visszajár, akár segíteni is? Csak dicsérő szóval illethetem őket. Igen, mindig pozitívan állnak hozzánk. Azért tartunk itt, hogy mindig van kinek szólni, mindig van, aki segítsen. Igen, és ezt köszönjük szépen ezúton is. Az elmúlt adásunkban a szüreti felvonulások sorában már sajnos nem fér bele minden. Így az úri szüreti felvonulás képeit csak most tudjuk megmutatni. Most, miután az időjárás már hűvösebbre fordult, talán jó lesz visszanézni a következő képsorokat. Úriban sem múlik el év, hogy nem ünnepelnék meg a szüretet. Hogy a településen hány családnál található még szőlő, azt nem lehet tudni. Az azonban biztos, úrit ez nem rettenti vissza attól, hogy az utcákon ünnepeljenek. A kisbíró mondatainak súlya van, ezért minden utcasarkon strófázik. Szent Úri népe, több mint 1000 lakó, mindegyikük kedves, dolgos, jóra való. Tavaly óta nem volt felvonulás nálunk, pedig mi a jó bort igencsak imádjuk. Összeszedtünk ezért szőlőt, lovat, kocsit, és így ünnepeljük a szüretnek jöttük. Közhírét tétetik másodszor. Itt mulatt a falu, apreja és nagyja, búját és bánatát mindenki otthon hagyta. Bor folyik a csapból, ihatja ki bírja, részegségért kiki csak magát okolja. Kisbíróként én most a híreket dobolom, hogyan s mi is történt, versbeszedbe mondom. Megszépült a falu, mindenki láthatja, virágos ládákkal szépen telerakva. De néhány sohant szemét zavarta ez a szép, s már is ezeken töltötte ki tomboló erejét. Az ifjú legények szétrúgták a ládát, az úgy sem üt vissza, biztos úgy gondolták. Na de így jár az, aki fiatalon iszik, lányok helyett az alkohol veszi el az eszit. Tájházat is csináltattunk kisfalunk közébe, Babuska nevével fel is lett vértezve. Épül szépül úri, mondja ki itt átjár, gyönyörködni, pihenni, néha-néha megáll. Cifra virágokkal lett körbeültetve, hogy senki az utakat el ne tévessze. Szent úri legény az idei évben nem sok kárt okozott a szűz megyecskékben. Elsorvad a falu, nem lészen ez így jó. Rajta hát legények,
mondja a kis bíró. Rátok van bízva, hogy nőjön a lélekszám, ne lankadjon soha, dolgozzon a szerszám. De ki szaporítja, növeli a falut, annak mindannyian dicséretet adunk. Vígadhat a falu, van kocsmáros, Nagy Imre csizmája, sose legyen sáros. Kocsmárosunk borát bőkezűen adja, mindig nyitva legyen hordójának csapja. Térjenek be hozzá, fiatalok vének, csak ne idegesítsék a jó szomszéd népet. Szeptemberben nagy buli vette itt kezdetét, főzőversenyünkön mindenki megtalálta helyét. Benke Laci bácsi zsűrizett itt nékünk, sült a kemencékben az ízletes étkünk. Ismét lett egy jó pont öcsi polgármesterünknek, nem éhezett falunk, megnyugtatott minket. Futball csapatunknak mindegy milyen labda, úgy rúgják, hogy Zsuzsák is szégyenbe maradna. Kovács Ali bácsi hűpatrona nékik, köszönjük, hogy sokat kardoskodik értik. A másik edzőnk Balázs Pisti, a fél csapatot ő is magával szédíti. Bevált már ő is, nincs is neki párja, hát ha ő lesz egyszer úri díszpolgára. Haraszt Imre polgármesternek még a szüreti mulatságban is dolgoznia kell. Az új bor minőségének vizsgálata az ő feladata. Polgármester úr, jöjjön! Jöjjön kérem szépen! Szeretnék megkínálni az új borból, és ha ön emberi fogyasztással alkalmasnak találja, akkor a többieket is megkínálnánk. Szépen köszönöm! Ez lesz az? Ez. Szerintem akkor kérem. De csak úgy szólod. Kiosztható? Mert a többiek is szomjassak. Nagyon-nagyon finom volt ez a bor, én mindenkinek ajánlom, és mindenki fogyassza egészséggel. Tessék közelebb jönni, mert most már a bor lemarta a vödörről a vízkövet, úgyhogy nyugodtan ígyonak belőle. Nagyon jó! Úriban tudnak ünnepelni. Ha nem is az egész falu mulatott az utcán ünnepelve a szüretet, az biztos sok helyi lakos és vendégeik érezték jól magukat. Mivel az rendezvény is egyre több érdeklődőt vonz, egyszer ki is növi magát talán akkorára, hogy el sem férnek a településen. Hagyományosan Mendén is rendeznek szüreti felvonulást. Mendén fellépőkkel is kedveskednek a településen élőknek.
Idén többek között az Ergo Együttes és Bangó Margit sikeres koncertje színesítette a programot. Mendén a szüreti felvonulás a Puszta Szent Istváni gyülekezőponttól indult, ahol a kis színpad adott helyet a környékbeli települések táncosainak, fellépőinek. Kaszanyi József polgármester köszöntéjét követően indult a felvonulás. A menet lóháton, hinton és gépjárművekkel indult el. A felvonulók igyekeztek eljutni Menden minden szegletére. Mendén a Katlan adott helyet a rendezvény központjának, ahol a felállított színpadon mutatkoztak be a helyi és vendég fellépők.
Kaszanyi József köszöntötte a 40 éves mendei hagyományőrző együttest. A polgármester méltatta az elért eredményeket, és ajándékkal kedveskedett a csoportnak. És ezen kívül egy mendei tányérral, tállal, amit továbbadok, jó? Egy pillanatra, ezt odaadnám. Illetve a jegyző úr egy csokorvilággal, úgyhogy továbbra is. Továbbra is tartsuk önökbe a lelket, és kérem szépen egy vastagsot a mendei hagyományőrző népi együttesnek. Klárika néni, köszönöm szépen. Még azért azt el szeretném mondani, hogy Klárika néni alapította, azt hiszem, hogy repülpáva volt akkor, ugye? És azóta Klárika néni vezeti ezt a jó kis csapatot, hogyha szabad így fogalmaznom, és nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Köszönjük mindenkinek. Trefák Istvánné, a népi együttes vezetője elmondta. 1976. június 12-én alakult, mint pávakör. Akkor ment nagyon ez a pávaköri mozgalom. És akkor én azt úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg Mendén is. És ez sikerült. Az első összehívásra 24-en jöttek idősebb emberek, akiktől az anyagot össze tudtuk gyűjteni, népdalokat, táncokat. Egész odáig ment, hogy a Népművelési Intézetből kijöttek, és fölvették a táncanyagot, tehát megvan az archívumban is. A felnőtt csoport mindig teljes egészében megvolt, persze ugye generációk váltották egymást, tehát permanens volt az egész. A táncosok között pedig hullámszerűen, de soha nem abban maradóan. Tehát mindig voltak esetleg kevesebben, de olyan is volt, hogy 14 párosunk volt egy-egy korosztályból. Azon mindig attól függött, hogy a korosztály hogyan vonzotta egymást a fiatalok körében. Most is vannak fiatalok, csak 15 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy egy alapítványt hoznak létre, és Mendetánccsoport néven külön váltak, de minden nagy műsoron közösen szerepelünk, csak a... Mondjuk az én bánatom az, hogy közös produkciót nem tudunk létrehozni. Idén még többen vannak, mint tavaly voltak. Ezt egy hagyománnyal tudtuk kialakítani, ezt a születi mulatságot. Régen még gyerekkoromban volt Mendén utoljára a születi mulatság. Elkezdtük, és nagyon eredményesen tudunk ezzel a születi mulatsággal előre jutni, és remélem, hogy továbbra is ezt fent tudjuk tartani. Tegnap estén már ugye az Ergo volt a vendég, mekkora fogadtatása volt? Hát azt szeretném elmondani, hogy egy nagyon pompás embert ismertem meg Szikora Robiban. Nagyon jó koncertet adtak. Körülbelül egy ilyen 800-900-an voltak, fergeteges hangulatban, elég hosszú ideig tartott az est, úgyhogy jól éreztük magunkat, igen. Itt a Katlanban vagyunk, a délutáni programok kellős közepén, hamarosan Bangó Margit koncert, de mi lehetett, vagy mi volt eddig? Gyakorlatilag, amikor megérkeztünk, egy óra tájt, ugye volt a köszöntő, elkezdték a hagyományőrző népi zenekar a műsorát, illetve a szomszéd településekről meghívott népi együttesek, azok előadták a műsorokat, úgyhogy ez egy ilyen 3,5-4 órás műsor volt, és most egy kicsi technikai szünet lesz, amíg előkészülnek a koncertre. Bangó Margit koncert lesz, és szerintem egy nagyon jó hangulatú estének nézünk elébe. Gyere, gyere,
ez ma nem a jubileumi koncert, ezt ki szeretném fejteni. Tulajdonképpen ez ugye egy szüreti bangó mulatság, de ugyanakkor ez tökéletes volt arra, hogy az 50 éves jubileumnak egy próbája legyen. Mert ugye ott még komoly kibővítések lesznek, jazzisták, Szakcsi Lakatos Béla, Robi Lakatos, Plótó Horváth József, Emilio, szimfonikus zenekar, és még sorolhatnám, de ha csak olyan lesz a jubileumi koncert, mint ami itt Mendén volt, akkor én megköszönöm az Istennek, és megköszönöm a közönségnek. Műsorunk második részében az idősek napi eseményekről láthatnak összeállítást. Úriba és Kúkára kaptunk meghívást, ahol színes programokkal várták a szépkorúakat. Maradjanak velünk!